Hello, sziasztok! Köszöntelek benneteket a csatornámon. Megint havi rendeléses dobozbontogatós videót fogok nektek felvenni. Most a dobozból már kipakoltam, mert itt annyi minden van, ami csomagolásban van, meg föl akartam venni nektek, nézzétek meg, ez a Fit kollekció. Ennek a kékjét már láthattátok rajtam. Na most, elkezdeném az elejétől. Tehát, hogyha Jimbeamtől rendeltek és a Gina 5 kódot beírjátok a rendelés végén, akkor 5%-kal kedvező áron tudtok rendelni. Na, a kötelező körök megvoltak, szóval vissza a szettemhez. Tehát ez a vadi új kollekcióból a szürke. Nem tudom, mennyire látszik a gatya az különben. Szuper jó, én nem tudom, hogy van megcsinálva, ennek ugyan nincs szilikon a tetejében, de nem csúszkál le, úgyhogy én nagyon meg vagyok vele elégedve, hát egy kicsit lehet, hogy hátrébb kellett volna raknom a kamerát, mindegy. Tettem föl képet Instagramra, a felsőből nekem MS van, van benne kivehető szivacs, egyébként meg fogom mutatni, mert a feketéjét is megrendeltem, mert fekete nadrágot rendeltem múltkor, és a felsőjét nem rendeltem meg hozzá, de aztán úgy döntöttem, hogy mégis, mert annyira jó szabása van. Megmutatom ez is, vagy ezt is. Ennek a felsőnek ugye most nincsen benne a szivacsa, de azt is mindjárt mutatom, ugye MS ez is. Viszont naciból pedig az XS-eset szoktam venni, mert nekem lecsúszkálnak a nagyobbak, meg a térdemnél rongyosak, trottyosak. Ilyen kis szivacska van hozzá, nem kötelező beletenni. Egyébként, ha nem teszitek bele, azt hiszem, hogy akkor se mutatja a melbimbót, úgyhogy nem rossz, mert egyébként én valamikor azért szoktam csak beletenni a szivacsot, egyébként nem szeretem a szivacsot, mert hogy ne látszon. Ne látszon. Megrendeltem belőle ezt a koralszint is, de ezt megmondom, hogy én azért, és azért nem rendeltem hozzá gatyát, mert elsősorban van ennek ez az overája. Hú, nem is tudom, hogy ez... Biztos láttátok már rajtam, kiraktam az Instára, viszont annak olyan a teteje, hogy épp hogy takarja, és ugye a természetes cicinek van egy mozgása, az nem ugrál ki belőle, mert ugye van olyan vendégem, aki megvette a feketét, és tehát neki nem, viszont ez annyira nem mocorog, de a overall mocorog rajta, és hát egy felsőtest edzésnél azért volt már, hogy egy hoppá, mondom, vigyázni kell vele, na, és arra gondoltam, hogy ha ezt aláteszem, annak tök jó nyitott a háta, nem fogja elrontani annak a jó overallnak azt, csak éppen, hogy egy X pántal van a hát takarva, tehát tök jól nyitott. Viszont, hogyha ezt alávenném, akkor ugyanaz a szín nem ütne el ugye tőle, de mégiscsak jobban takarná, meg a helyén tartaná itt a dolgokat. Úgyhogy én úgy gondoltam, hogy az alá elsősorban ez. De szerintem egyébként, ahogy megnézzük, tök jól nézhet ki úgy is, hogy szürke gatya, és akkor mondjuk ez a korall felső. Na, lapozzunk itt a ruhákra, mert a fiúk szerintem halálra fogják unni magukat. Na, ez viszont nekik, elsősorban nekik, én is a férfi vendégeim véget rendeltem. Megláttam egy 3 hónapja, talán 4 hónapja, hogy lehet ilyet kapni, hát aztán nem is volt. Képzeljétek el, hogy elkapkodták, úgyhogy folyamatosan figyelnem kellett, hogy mikor van pont, amikor éppen megint adok le rendelést, és most volt. Ez alkarerősítő. Nem tudom, hányan ismerik, hányan nem. Hű, bakker. Na jó van, elővettem volna már előtte. Igen. Valahogy úgy van fönn, hogy roll csukló és alkar erősítő, vagy valami ilyesmi. Na majd a fiúk kitalálják, hogy hogy kell ezt rögzíteni. Ez... Nem mondom őszintén, szerintem... Ez kell ide bele, de ez... Mindegy, lehet, hogy megnézem a neten, hogy ez hogy van pontosan, de az a lényeg, hogy van rajta egy szalag, és ugye azt oda be lehet rakni alulra, a csigába, és akkor ugye így vagy így pörgeti az ember lefele, fölfele, tehát ezeket a csukló mozgásokat lehet vele csinálni, és egyébként nagyon kevés konditeremben van ilyen függelék, hogy úgy mondjam, vagy eszköz, kiegészítő. De azért utána kell nézni, hogy pontosan hogyan kell ezt felszerelni, egyébként igen kedvező ára van. Nem akarok hülyeséget mondani, 4000 valamennyi, vagy 6000 valamennyi, tehát nem egy nagy összeg.
bízom benne, hogy a férfi vendégei értékelni fogják. Na, megyünk tovább. Rendeltek meg egy... Súlymellényeket, ugye? A hetesből ez már a harmadik, de az elsőnek semmi, vagy a másodiknak semmi baja konkrétan, csak van, amikor több vendég kap egyszerre hasonló feladatot, amikor kell a mellé. Egyébként ilyen nagyon-nagyon szuper kialakítása van, viszonylag kényelmes, hát nyilván nehéz. És azért gondoltam, hogy legyen még egy. Megrendeltem most egy kisebbet, van ugyan nekünk egy négyes, egy old is, de az már szegénykém, az már gatya, az nagyon szar állapotban van, úgyhogy a Jingyinben viszont nincsen négyes, hármas van még, úgyhogy egy hármas, de ez is annyira szép. Annyira fejjel lefele tartom, gondoltam. Úgyhogy itt egy hármas is, meg szoktuk úgy is csinálni, hogy esetleg egymásra rakjuk, mert van ugyan tízesünk, meg tizenötösünk is, de az annyira macera felvenni, főleg egy nőre, így adom rá, azt nem is érem föl. Szóval van olyan, hogy a kettőt egyszerre, és akkor ez pont 10 kiló például. Aztán van nekem végre valahára, megint rendeltem proteint, de tudjátok, hogy én nagyon keveset fogyasztok, főleg az ízesítetlent szoktam, de most így a riskásába gondoltam, hogy a True Way-nek kipróbálom, eddig mindig a peanut butter, a magyaró vajas ízesítést ittam, belekevertem ugye riskesába, de most ezt a cookies and cream nevezetőt, krémes keksz, vagy hogy van lefordítva, azt hiszem, úgyhogy ez, de egyébként ennek nagyon kedvező ára van, mert az 1 kilós azt hiszem 6490, vagy valahogy, vagy 6990, szóval tényleg nagyon szuper ára van. Igazából én az édesítősöktől puffadok, úgyhogy én azt szoktam csinálni, hogyha használok is, hogy fele adag ilyen, fele adag az pedig ízesítetlen, édesítetlen, és akkor úgy annyira nem telheli a pocakom. Aztán megint rendeltem, ezt egyszerűen nem tudom megunni, van ez a tonhalsali, mexikói, olyasmi, mint a Rio Mare, csak szerintem finomabb. És ugye még mindig 9,91 dobozzal, hát nem mindegy, és 175 g benne a töltelék. No, képzeljétek el, hogy múltkor kaptam termékmintát, ilyen torvitargót. Nem tudom, mennyire ismeritek a tor, az egy ilyen edzés előtti pörgető. Ugye nyilván van benne koffein, meg taurin, beta-alanin, ilyesmi, viszont a vitargó az egy szénhidrát, ez egy ilyen gyors felszívódású szénhidrát, amit ugye edzés közben, edzés előtt közvetlenül szoktak alkalmazni, én még soha nem próbáltam. És képzeljétek el, hogy én elhasználtam azt a terméket, mert olyan jót edzettem, de tényleg olyan jót, felső testre emlékszem, hogy én úgy voltam vele, hogy akkor rendelek egy dobozzal, úgyhogy én ma ezzel fogok edzeni, ráadásul ma felmegyek a Lourdes-ba megint, úgyhogy szétszedem a berendezést, de hogy is egyébként. Úgy edzek, mint valami nyugdíjas. Na, és ez zöldalmás ízesítésűt rendeltem, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon nagy edzéseknek nézek most elébe. Képzeljétek el, hogy múltkor, amikor a magyaróvajas posztot tettem ki az Instára, akkor ugye kérdeztem, hogy ki melyiket szereti, a simát, vagy a darabosat, vagy ropogósat, és az egyik csajsz írja, hogy a karamellás, júj, mondom, tényleg, én milyen rég rendeltem karamellást, erre a hülye fejemmel nem tudom, hogy történt, de képzeljétek, kettő volt a dobozban, amivel az az egyetlen egy problémám van, hogy ez olyan szinten finom, hogy nem bírok vele leállni, tehát ez egy kanállal is magába, úgyhogy ezt most nagyon elszartam, úgyhogy egyébként nem sokára versenydiéta, szerintem egy 2 hónap, hát... 2,5 hónap körülbelül, úgyhogy addig ennek el kell fogynia, de szerintem amúgy nem lesz vele semmi probléma. Tehát magyaróvaj, fehér csoki karamell, vagy karamell-fehér csoki ízesítés, brutálisan finom. Tehát ez veszélyesen finom. Nellike, segítesz nekem, drágám? Na, kifogyott egyébként, nagyon gazdaságos, nagyon szeretem, főleg tojás alá, vagy... amikor zöldségeket szoktam airfryerbe, ugye kicsit előfőzöm, és akkor utána befújom mindig ezzel az olivasprével. Nagyon szeretem, tényleg nagyon szeretem. Van ennek a kókuszolajspray verziója is, azt pedig ilyen édességekhez, palacsinta alá ilyenekhez szoktam használni, ez az olivát meg ilyen sós kajákhoz. Amikor versenydiéta a vége fele vagyok, és tényleg nem nagyon használok zsiradékot, akkor még a húsit egy picit beszoktam ezzel fújni. Aztán riskásából rendeltem kettőt, ez ilyen instant, nagyon finom,
úgy ízesítitek, ahogy akarjátok, tehát nincsen hozzáadott extra adalékanyag, ami esetleg puffaszthatna, vagy bántatná a gyomrotokat. Nagyon kedvelem. Egyébként szinte mindig az a 10 óraim riskása. Imádom. Hamar elkészül. Na, amit múltkor elfelejtettem, és már nagyon hiányzott, nem tudom, hogy a fenébe, pedig föl volt írva, ez a liofilizált kajszi barack, sárga barack, nagyon jó. És képzeljétek el, hogy a liofilizált gyümölcsöket eddig mindig csak ilyen kásákba raktam, vagy gofrira, és ezt az egyet kezdtem el először majszolni magába, és hát ez valami brutál, nagyon finom, úgyhogy én csak ajánlani tudom, és elég gazdaságos. 100 grammot ír, és de nagyon sok van benne, tényleg. Egyébként a liofilizált gyümölcsök, azok fagyasztva szárított gyümölcsöt, ha jól tudom, semmi a extra adalékanyag nincsen hozzáadva, úgyhogy én csak ajánlani tudom. Kókusztejpor még, ami érdekes lehet, nekem nagyon bejön, olyan higításba csináljátok, ahogy akarjátok, aki szereti egy kicsit krémesebben, az kevesebb vizet tesz hozzá, és akkor én ilyen kis nagyon pici habverővel, vagy itt tejhabosítóval esetleg ki lehet próbálni. Nagyon jó, és nem, én nem feltétlen kávéhoz szoktam, hanem van, amikor, főleg ha nagyon diétázom, akkor ilyen desszerteket, ilyen pohárkrémeket találok ki, és akkor ez, meg fehérje, natúrkesuvaj, vagy magyaróvaj, és akkor úgy eszem, mint a mennyei mannát. Egyébként tényleg finomak, szóval én csak ajánlani tudom ezt is. Mi nem volt még? Kalcium D3 vitaminnal, múltkor az üreset vettem, úgymond üreset. Most D3 vitaminnal kicsit megdobjuk, mert ugye a D-vitamin az egyik legerősebb, vagy legfontosabb immunrendszer erősítő, úgyhogy én ilyenkor telente, akkor nagyon sok a beteg ember, akkor egy kicsit emelem a dózist, úgyhogy még a kalciumot is így választottam. Elfogyott a melatoninom múltkor, de ezt mutattam nektek már, hogy a melatonin az ugye segít a minél gyorsabb elalvásban, viszont én úgy szoktam szedni most már, hogy szedek mellé triptofánt és asvagandát, és így együtt a hármat, és körülbelül egy 20-30 perc után úgy elaltat, mint a fene, és egyre több nézőm, követőm is írt nekem visszajelzést, hogy nekik is bevált, és már nagyon régóta nem aludtak túl jól, úgyhogy nagyon hálásak érte, hogy ezt bemutattam, de én már láttam, hogy Kökény Béci is ugyanígy ezt a hármat egyszerre, úgyhogy valószínűleg nem vagyok én se hülye gyerek, hogy ez így nekem bevált, tehát csak ajánlani tudom azt, hogyha valaki nem alszik túl jól, vagy nagyon sokat fel kell éjszaka, és nehezen alszik vissza, akkor ez a három táplálékkiegészítő nagyon jó. Na. A májvédő nem olyan túl régóta van a Jim Beamnél, de én amióta felfedeztem, én mindig szedem. Nem elég, hogy ugye a májunk a méregtelenítő szervünk, de hogyha esetleg valaki fogyaszt olyan dolgokat, illetve használ olyan dolgokat, amik nagyon terhelik a májat, például a szteroidokat, azoknak meg pláne nagyon ajánlom, hogy szedjék. Egyébként full gyógynövényeket tartalmaz. Articsóka kivonat, C-vitamin, B1, B6, cink, van benne, dandelion gyökér, az nem tudom mi az Isten, kurkuma, szőlőmag kivonat, mária tövis, kolin, az nem tudom mi, kolin bitartrát, úranyám, imádom, hogy nincs rajta magyarul, azért próbálom nektek mindig elmondani, hogy mire jó. No, és a kedvencem, a spirulina mellett immunrendszer erősítésre, ez a gyömbér kurkuma kapszula, próbálom úgy tartani, hogy látszon. Én komolyan esküszöm, hogy az immunrendszer erősítésbe ez nagyon-nagyon sokat nyom, úgyhogy én ezt mindig veszem. Múltkor nem volt két hétig, és hát két hétig egyáltalán nem volt nekem, most pont akartam rendelni, és nem volt, és fú, de ideges voltam. Úgyhogy amint volt, egyből lecsaptam rá. Szuper, napi kettőt szoktam belőle szedni. Ezt nagyon sokan kérdezitek, most meg én rendeltem, van a Jim Beam női márkájának, ennek a Beast Pinknek vízhajtója. Persze természetes vízhajtó, nem, ugye, nem olyan, mint az orvosi. Kettőt ír naponta, de vagy vízhajtásnál szoktam használni, és akkor felvezetem kettőtől egészen akár 12-14 darabig, tehát egy 2-3 naponta emelve az adagot.
hogyha egy valamire készül valaki. Vagy hogyha egy kicsit vizesebbnek érzi magát, és mondjuk, mit tudom én, vetkőzni fog, elmegy wellnesselni, vagy elmegy, mit tudom én, edzeni egy olyan helyre, ahol esetleg, mit tudom én, csinosabb emberek is vannak. Csak magamból indulok ki, mert vagy edzek egyedül a kis termembe, és nincs ott senki, vagy felmegyek Pestre, és akkor tele van versenyzővel, én meg mindig így nézek, hogy úristen, mit csinálok itt. Na mindegy, na és olyankor be lehet venni mondjuk egy 4-5 darabot, és akkor ugye gyorsan egy kicsit pucol, de csak a vizet, és ugye átmenetileg, de ez egy nagyon szuper kis kapszula, és tényleg, tényleg pisiltett, tehát én azt mondom nektek, hogy jó, viszont folyamatos szedéssel ugye nyilván hozzászokunk, és akkor nem hajtja ki, tehát állandó szedésre azért nem javaslom, mert akkor ugye már nincs olyan hatása. Na, én szerintem minden volt, megmutattam a szettet is. Ja, hát szerintem tök jó volt ez a mostani kis rendelésem. A Gina 5 kódot ne felejtsétek el, hogyha a Jim Beam-től rendeltek, és elárulok egy titkot, hamarosan jön az újévi akció, de majd jövök úgyis a részletekkel az Instagram oldalamon. Addig is nézzetek körül a webshopba, pakoljátok tele a kosarat, mehet a Gina 5 kód, úgyhogy vásárlásra fel. Köszönöm szépen a figyelmeteket, puszillak benneteket, sziasztok!